Sziasztok, nevem Gál Balázs, és mint mindig megszerezünk nektek a legújabb technikai cuccokat, és itt most ugyanezt történt az új iPhone-nal, amit nem itt tartok a képben, mivel ez még az iPhone 5-ös. Ajaj, de azért van itt most ez a kezemben, mivel hogy az iPhone SE-nek ugyan az a doboz mérete van, és ugyan az is lesz kb. Benne, mert dizájnra, meg nem mondanom, hogy hardware-re, de tényleg egyáltalán szinte nem is lehet látni a különbséget, hogyha most például nem Rose Goldban vettem volna meg az iPhone SE-t. E-telefont. Itt látjátok, hogy SE van ráva oldalt, innen már is fel tudjuk majd ismerni, hogyha a boltban meg akarjuk venni. Előről persze arról is, hogy látjátok, komplet úgy van a telefon rá emblémázva, hogy látszik, hogy hogy néz ki majd előről, és különben hardware-ileg ugyanazon bennünk az iPhone 6S és 6S Plus-ban, de a Force Touch-ot, vagyis a 3D Touch-ot kihagyták belőle, hogy egy kicsit erősebben megnyomom a képernyőt, akkor nem lesz úgymond jobb kattintás lehetőségem, hogy előre ki tudja próbálni funkciót, vagy más dolgot, különben teljesen ugyanazon benne kamerából, tól kezdve aksira is eléggé sokáig bírja majd ez is, és 16 vagy 64 gigát tudtok választani majd ilyen telefonból, 128 gigában nem lehet sajnos megvenni az iPhone SE telefont. Látjátok, már fóliát levettem, mivel már kicsomagoltam itt egy másik nyelven is, úgyhogy annyit kell csinálnom, hogy lehúzom itt a tetejét, és akkor már látjuk is, hogy itt van ez a fura színben lévő telefon. Innenről amúgy is fel lehet majd ismerni, hogy ez egy újabb fajta iPhone a régi 5 meg 5S-hez képest, ami volt ugyanilyen színben, vagy ugyanilyen méretben, mivel hogy Rose Gold akkor még nem létezett, akkor csak ezüst, fekete, meg azt hiszem még az aranyat is akkor vezették be. De eleget dumáltam, kiveszem itt a dobozból, aztán miért folytatjuk itt a bemutatóval, csak először nézzük meg, hogy mi van még a dobozban, méghozzá persze egy kis olvasnivaló, azt már mindjárt megnézzük, hogy miről van pontosan szó, aztán még persze, mint mindig, egy USB töltő, ez a standard 5 volt 1 amperes 5 wattos töltő, ami 1,5 órát fel tudja tölteni a telefont teljesen, aztán az új earpodok, amit az iPhone 6 óta azt hiszem vezetek be, kényelmesek talán legtöbben, mert majd szívesen használod, én Bluetooth headseteket szeretem, úgyhogy neked nem annyira fontos. Meg persze a sima Lightning USB kábel, hogy továbbra is könnyen lehessen feltölteni, adatot átvinni, és stb. Dolgot majd kezdeni a telefonnal. Lássuk, mi van még itt a csomagolásban, még hozzá persze egy kis segítség, hogy meg ki tudjunk venni a SIM-kártyát, vagy bele tudjuk rakni a SIM-kártyát, ami nano SIM lesz. Persze, és itt is látjuk majd van kis olvasni valami, nem túl sok szövegben segít nekünk, ez most persze németül van, hogy kell bekapcsolni és kikapcsolni a telefont, meg más dolgokat csinálni, meg a hátulján még kis további segítséget találunk majd az Apple-nél. Aztán vannak mind mindig az Apple matricák, ezeket rá szoktak az emberek ragadni a kocsira, vagy más helyekre, és kis disclaimer, olvasni való, hogy mint nem szabad persze csinálni a telefonnal. Na, ne dobjátok majd ki a szemétbe, meg hasonló, mivel van benne persze egy akkumulátor, és az nem lenne helyes. Jó, ezt fénytetni is rakom, és akkor mindjárt megnézzük a telefont, de nem nézzük meg egyről a telefont, hanem majd úgy nézzük meg, hogy tényleg egy másikat is mellé tartom, méghozzá az elmutattam a dobozát, itt van egy iPhone 5. Méghozzá egy 5S, azt azon látja, hogy alul le van itt ragasztva nekem most itt a Home gomb, azért mert a Touch ID akkor még nem volt, úgyhogy ezt itt simán így úgy le lehet ragasztani, hogy kicsit talán szebben nézzen ki, meg lehet dizájnolni, most már ez persze nem lehetőséges, de különben látjuk a tetején is, hogy a szenzorok is ugyanott vannak, és teljesen ugyanúgy néz ki minden. Hogyha egymásra rakom őket, végképp majd látni fogjuk, hogy például a SIM-kártyát ugyanott kell berakni, alulról egyáltalán nincs semmi különbség, a Lightning középen látható, például meg a felható jack ki is bemenet is, és a másik oldalról azt is látjuk majd, hogy a hangerő szabályzás, meg minden más is, tényleg minden ugyanott van. Úgyhogy Apple nagyon nem változtatott rajta semmit, hátulról sem. Itt látjuk majd, hogy a kamera nem áll ki ebből a telefonból, úgy, mint az iPhone 6 meg 6S-ből, hanem teljesen szépen úgy van beleépítve a házba, hogy akár így egymásra lehet úgy rakni a telefonot, láthatok éppen, hogy nem is zavarják egymást a kamerák, de ugyanúgy benne van a kettő kis lámpácska, ami az iPhone 5-nél még nem volt, 5S-sel vezették be a Dual Flash-et, és alul amúgy rá van az is írva, hogy iPhone SE, úgyhogy ezen is majd látjátok, hogy igazi új telefont vettetek, vagy csak egy 5-ös vagy 5S-et, ahol még nem volt semmi se odaéval, azt itt látjátok szépen. Hát különben sok minden most nem tudok bemutatni nekik, szívesen bemutatni meg a kamerát, meg hasonlót, csak egy SIM-kártyát még kell még ebbe beleraknom, és már akkor úgy tudom csak használni. Kíváncsi lesz, hogy mennyire jó, vagy sokáig az aksia,
sebességben meg hasonlóban egy iPhone 6S-sel is majd összehasonlítom nektek, az a legkisebb, újabb változat, hogy kamerában meg hasonlóban tényleg milyen különbségek vannak, optikai képstabilizátor meg stb. Sajnos az iPhone 6S Plus-ban van további jobban is, csak például benne, de különben minden más eléggé hasonló lesz szerintem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, közben néztetek, a nevem Gáb Balázs, ne felejtsetek el feliratkozni, és én most kezdem itt a használatát az szép új iPhone 6 vagy iPhone SE telefonnak.